Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen láthatjuk, hogy valami vagy valaki rohamosan közeledik hozzá. De nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, ő sem tudja. Sőt, még az sem látható, hogy ez a személy egy nő vagy egy férfi. Tehát semmit nem tudunk arról, hogy milyenek a szándékai, és pontosan ez, ami őt foglalkoztat, és ezen rágódik. Amire ez a kártya még utal, az a levegő eleme, és az szimbolizálja a kommunikációt. Tehát itt fontos, hogy ezek beszéljenek egymással, de nem könnyű itt döntéseket hozni mindaddig, amíg ő még nem látta át magát ezen a helyzeten. És a következő kártya mutatni fogja azt, hogy mit érez. Ez a kártya jelenti azt, mennyire fontos számára jelenleg a belső egyensúly. De mivel itt olyan dolgokról van szó, amire ő nem számít, és nem tudja, nem látja át azt, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzá, így lehet, hogy bizonytalan, elveszíti ezt a belső egyensúlyt. Itt az kellene, hogy mindkét lábbal megérintse a földet, ezt a talajt érezze a lába alatt, ami utal a biztonság érzetére. Amit ez a kártya még jelenthet, a háttérben ez a két hajó, ami utal a reményekre, de a lehetőségekre is. Ott van a háttérben, lehet, hogy ez lenne a megoldás, oda kellene neki figyelnie ezekre a lehetőségekre. Amit ez a kártya még szimbolizál, ami a kezében van, az arany érmék. Ez utal anyagiakra, de a belső értékekre is. Kell, hogy ennek tudatában legyen a saját értékeit illetően, de arra is oda kellene figyelni, hogy te is értékes vagy, mert te is tudsz nyújtani számára valamit. Mielőtt kitérnék arra, hogy ő hogy közeledik hozzád, mit közöl veled, szeretnék én is valamit közölni. Ez a jóslás, ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, a további információ ott alul az infoboxban található. Nos, megtekintjük ezt a kártyát. A 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben, az életetekben, mert ez utalhat egy közös jövőre. De ahogy a képen ez a férfi mutatja, nagyon sok mindent cipel, tehát nehéz ez a kezdet. A tűz eleme jelenik meg ezen a kártyán, az utal a bátorságra, az erőre, a lelkesedésre és a szenvedélyekre is. Tehát ezt is jelentheti ez a kép. Ha én ezt a kártyát megtekintem, nálam mindig egy tolvaj jut eszembe. Az lehet, hogy valaki ellopja a pénzét, vagy rabolja az ő idejét, az ő energiáját, vagy valaki meg akarja akadályozni azt, hogy kettőtök között legyen egy új kezdet.
ellopja ezt a lehetőséget, így tudnám szimbolikusan ezt leírni. És most jön egy meglepetés, és mutatja azt, hogy mi a megoldás, ezt megtekintjük a következő kártyánál. Na milyen jó, hiszen ez a négy levelű lóher szerencsét hoz. Ő átlát a dolgokon, fontos döntéseket fog hozni. Lesz köztetek egy új kezdet, és ezt senki nem tudja megakadályozni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, szeretettel, Dendera!